készül a kenyér ebben a pékségben, itt jelenleg 50-en dolgoznak. A sütőipart nagymértékben érinti a január 1-én életbe lépett minimálbér, azon belül is a szakmunkás minimálbér emelése, ugyanis a dolgozók nagy része ebben az ágazatban szakmunkás. Egy 25%-os minimálemelés terheli a sütőipart. Hatványozottan jelentkezik a költségnövekedés a bér tekintetében, hiszen a sütőipar döntően éjszaka dolgozik, illetve délután, és ezért a megnövekedett minimálbérre lakódik rá ez a hétvégi, illetve az éjszakai munkavégzésnek a pótléka is. Tehát ez egy nagyon jelentős költségnövekedést a sütőipar számára. Dolgozónként januárban bennünket egy 32.000 forintos többet költség érint. Az emelés mellett az 5%-os társadalombiztosítási járulékcsökkenés is emeli a munkáltató költségét. A több mint 1 milliós többlet kigazdálkodását itt nem leépítéssel, hanem áremeléssel oldják majd meg. Az, hogy mikortól és milyen mértékben növekednek a termékek árai, minden vállalkozás külön-külön határozza meg saját költségei és kiadásai alapján. A sütőipar egyébként legutóbb 5 éve emelt árakat. Az tény, hogy elindult egy folyamat, hiszen ezt a megnövekedett jelentős költséget nem lehet kigazdálkodni áremelés nélkül. Ez már egyes helyekkel már beindult a megyében és az országban is. Ennek a tényleges súlya február, úgy gondolom, hogy február közepén fog megjelenni, amit a vásárlók fognak érzékeltetni. De hozzáteszem, ez mintegy 10-15%-os emelkedés lesz mindössze, ami, ha figyelembe vesszük az éves kenyérfogyasztás országos szinten, ez nem haladja meg az éves szinten a 3000 forintot. 1 kg félbarna kenyér ára jelenleg 220-230 forint. Lakatos Tibor szerint a multinacionális láncok ettől olcsóbban, viszont nem a szakmának megfelelő minőségű kenyeret forgalmaznak, és ezzel próbálják a vásárlókat megfogni. A december 19-én megváltozott élelmiszerkönyv azonban fontos változásokat vezetett be a sütőipari termékek körében is. Így annak értelmében a rozsos kenyér 30%-ának rozslisztnek kell lenni. A rozs kenyér esetében ez az arány 60%. Erről pedig kötelező a kereskedőknek tájékoztatni a vásárlókat.